Ez a túlméretes áruk szállítására alkalmas tréler hozta a Vay Ádám körútra a Váci Mihály Művelődési Központ új tető szerkezetét. Ide még darabokban érkezett az áthidaló, a helyszínen kezdték el összecsavarozni. A munkálatok idejére hétfő este 6 órától éjfélig még a körutat is lezárták. Amikor elkészült, darabonként 32 méter hosszú és 12 tonna súlyú lett a szerkezet. Az áthidaló beemelését kedden délelőtt kezdték meg ezzel a hatalmas méretű darúval. Miután átvizsgálták az elemeket és még egyszer meghúzták a rögzítő csavarokat, lassan a levegőbe emelkedett a 12 000 kg-ot nyomó vas szerkezet. A szakemberek mellett számos érdeklődő nézte végig a mérnöki bravúrt, amelyre még nem volt példa Nyíregyházán. Az igazi teljesítmény az, hogy 13 tonnát kellett itt tegnap éjszaka összeépítenünk egy 32 méteres egységé, és ezt ma beemeltük. Ez a 32 méteres elem 30 mm toleranciával kell, hogy bekerüljön a pozíciójába, úgy tűnik, ezt sikerre végrehajtottuk. A 32 méteres áthidalóból kettő került a művelődési házra, ezek tartják majd a tetőt. Ezzel a módosítással a korábbi 6 méterről 12 méterre nő az új koncertterem belmagassága. A vasszerkezeteket gyártó nyíregyházi cég azt is közölte, hogy a jövő héten a művelődési házba kerül a nézőteret tartó új vasszerkezet, és a Vay Ádám körút felől beépítenek két tűzlépcsőt is. Ugyanennél a cégnél készül az új teherlift szerkezete is, amelyet a későbbiekben építenek be.